Mesto Dunajská Streda protestuje proti rozhodnutiu odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v Dunajskej Strede, v zmysle ktorého pred realizáciou výstavby logistického centra spoločnosti Panattoni o ploche 135 000 m² plánovanej v Kútnikoch nie je potrebná podrobná štúdia vplyvov na životné prostredie. Vedenie mesta Dunajská Streda je toho názoru, že investícia takýchto rozmerov bude mať výrazný dopad na živé aj neživé prostredie. Podľa odborníkov mestského úradu by sa mali preskúmať nielen vplyvy na životné prostredie, ale aj navrhnúť možné riešenia problémov spôsobených očakávaným výrazným nárastom nákladnej dopravy. 2020 óta ugyanaz a városnak a véleménye, ahhoz, hogy meg tudjunk ítélni egy ilyen nagyobb beruházást, részletes környezetvételmi hatástanulmányra lenne szükség. Ekkor a beruházást nagyon fontos alaposan megvizsgálni, hogy milyen hatással van a környezetre, milyen hatással van az itt élő emberekre, és amennyiben valamilyen negatív hatások mutatnának ki az eljárás során, azoknak a hatásait csökkenteni kellene, illetve meg kellene szüntetni. De ez csak egy nagyon részletes környezetvédelmi hatástanulmányt tudná kimondani. Konkrét észrevételek a közlekedéssel kapcsolatosak voltak. A teherforgalom kizárólag arra az másodosztályú útra terelődne, ami Dunaszerdahely városából jön ki, és a 63-as útra megy. Ahhoz, hogy folyamatos legyen a közlekedés minden irányból, kértük azt, hogy legyen ide egy körforgalmú kereszteződés. Ők is betervezték a körforgalmat, de ők úgy javasolták, hogy mikor majd beindul az egész működés, majd 3 évvel később valósítanák meg. Inkább az esetben azt kértük, hogy rögtön, ahogy beindul a cégnek a működés, abban a pillanatban ez a körforgalmú csatlakozás már álljon rendelkezésre. Ne éveket kelljen várni arra, hogy napi szinten több száz kamion hogyan nehezíti meg a városlakó közlekedését ezen az útszakaszon. A részletes hatástanulmányba a zajvédelemtől kezdve az egyéb környezeti hatásokat is részletesen megvizsgálnák. Ha ez nem végződik el, tehát ezekkel a negatív hatásokkal csak akkor fogunk szembesülni, amikor már működni fog. És egy működés közben levő üzemnél megoldani ezeket sokkal nehezebb, ráadásul időigényes.